Izgatott olvasók várták Grecsó Krisztiánt a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Az iskolában ez volt az első alkalom, hogy az irodalom helyi képviselői mellett Budapesten élő szerzővel találkozhattak. Korábban Nagy Zsuka, költő, a gimnázium egykori diákja és Kovács Judit író volt a vendégük. Most az írónő segítségével fogadhatták az ismert irodalmát. A rendhagyó órával több célja is volt a szervezőknek. Az iskolában sikeres drámaszakkör működik, sokan olvasnak és írnak is, és a kortás irodalom az érettségi tételek közé is bekerült. Mindok az az volt, hogy a 21. századi diákok számára is elérhetővé váljanak a mai kortás írók és szerzők, ne csak a száraz tananyagot sajátítsák el, és egy kicsit betekintést nyerjenek ebbe a világba, valamint a hagyományos irodalom órák kereteit egy kicsit kiszélesítsük, és élmény legyen számukra a tanulás, számunkra pedig a tanítás. Grecsó Krisztián írói szerkesztői munkája mellett missziónak érzi azt, hogy a kortárs szerzők maguk is közelebb vigyék a könyveket, az olvasás élményét a fiatalokhoz. A gimnáziumba kell kezdenünk ugyanis a, annak, a, annak, az igének az elhintését, hogy egyáltalán az a forma, hogy olvasás még létezik, hogy az egy kommunikációs forma még, és esetleg az élményt is jelenthet, hogy, hogy azt lehet szeretni, hogy az hozzánk ad valamit. És hát, ha itt nem kezdjük el, és ez minden kortás irodalomhoz kötődő embernek legyen az könyvtáros, szerkesztő, író feladata, akkor bizony ennek a kommunikációs formának vége lesz. És hiszek benne, hogy ez a generáció ugyanolyan nyitott rá, hogy észrevegye, hogy ez az egyetlen olyan művészeti interakció, ahol őre egyenrangúan szükség van. Az író beszél családjáról, gimnáziumi éveiről, arról, hogyan indult a pályája, és arról is, hogyan születnek a regényei, tárcái. A jó hangulatú után eredményeként a vasvárisok ráérezhettek, hogy az irodalom nem csak a könyvekben él, hanem közöttünk jár.